Rettenetesen hektikus. Így kezdte 2019-es évértékelőjét női kézilabda csapatunk vezetőedzője Elek Gábor, aki természetesen kifejtette, mire is gondolt ezzel a kijelentésével. Ebben benne van a fiatalságunk, benne van a szerencsétlenségünk, ugye egy különböző igazolásokkal, meg sérülésekkel, terhességgel és egyéb dolgokkal. Talán az egyik leghektikusabb év, amit itt túl vagyok a Ferencvárosnál. És sajnos még mondhatom azt, hogy ez a fél év még hasonlóan várható, mert ugye tehát annyi, hogy azért a kismamák visszajöttek, de azért még messze vannak attól, hogy stabilak legyenek, tehát ez még várható. Az év a nehézségek mellett bravúros győzelmeket és értékes pontszerzéseket is tartogatott. Kétség kívül a tavaszi Győr elleni Bajnokok Ligája mérkőzések is a legemlékezetesebb pillanatok közé tartoznak. Amióta az Ambros Martin távozott és a Dani Gábor átvette ezt az etót, azóta ők 2 pontot vesztettek. De aztán voltak itt olyan mérkőzések is, aminek nagyon-nagyon tudtunk örülni. Tehát gondolok itt egy Podravka idegenbeli győzelm, amikor azért nem szárnyaltunk és kiszenvedtük, de volt ebben a fél évben még olyan mérkőzés, vagy évben, bocsánat, aminek nagyon-nagyon tudtam örülni, mert jó teljesítmény. Gondolok az első érdi fordulóra most itt a 2019-20-as bajnokságban. Azért voltak ebben jó pillanatok is. Elek Gábor szerint ezeknek a részsikereknek van egy nagyon fontos alapja, amelyre a jövőben lehet építkezni. Ezt valahol a fiatalságunknak a következménye. Tehát azt tudni kell, hogy a fiatal játékos bármilyen is tehetséges, ezért egy nagyon sérülékeny kis lélekkel rendelkezik, és ez éppen mikor milyen. Tehát, hogyha éppen jó paszban van, akkor képes arra, amit azért sokszor láttunk tőlük, de aztán képes arra is, amit szintén sokszor láttunk, vagy többször láttunk tőlük. Tehát megijedni, összetolni magát, hitealgyottá válni. Tehát ezeket én továbbra is mondom, hogy már lassan közhely az én számból, hogy fel kell nevelni a gyerekeket. 2019-ben nem csak a csapat, hanem Gábor is értékes tapasztalatokkal gazdagodott, amelyeket mindig szeretne szem előtt tartani a jó szereplés érdekében. Egy valami biztos, amit szeretném, hogyha nem értene félre senki, tehát ez a szakosztályunknak a túlzott jósága, vagy túlzott emberségét mindenképpen vissza kell venni. Tehát nagyon fontos az, hogy a hitelképességünk, a bonitásunk az megmaradjon, tehát kifelé, játékosok felé, az ott esetben menedzserek felé, de úgy érzem, hogy egy picit túlzottan emberségesek voltunk, amiben tehát az én felelősségem a legnagyobb, ez vitathatatlan, de ezen egy picit, tehát én azt gondolom, hogy jobban kell nézni egy kicsit az érdekeinket, és azt szerint cselekedni. Lehetőleg úgy, hogy ez ebbe azért az emberi oldalunk se sérüljön. Tehát mindenképpen egy kicsit körültekintőbbnek kell lenni, és óvatosabbnak. De vajon milyen 2020-as év vár női kéziseinkre? Én nagyon nem vagyok újévi fogadalmas ember, mert én nem tudok hinni az újévi fogadalmakba. Tehát nem tudok abba hinni, hogy valaki egyik pillanatra a másikra kitalál magának valamit, és akkor miért nem előbb, miért nem? Tehát ha változtatni kell valamin, akkor kell változtatni, amikor ideje van, nem újévkor vagy szilveszterkor. Nyilván vannak vágyaim, elvárásaim önmagammal, csapatommal szembe. Nehezebb a helyzetünk, mint eddig. Ugye igazából nem várt kontesztéseink a bajnokságban, valamint azért a BL-be ez a borzasztóan nehéz csoport és ág, azért én azt gondolom, hogy behatárol bizonyos dolgokat. Ugye a BL-be az egy csoda lenne most, hogyha 8 közé tudnánk kerülni. A bajnokságban viszont iszonyat nagy harcot kell majd vívnunk azért, hogy jövőre mi a BL-ről beszélgethessünk.